Újra ezrek tüntettek szombat este Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök lemondását követelve. Több résztvevőt erőszakkal hurcoltak el a Jeruzsálem központjában lévő Párizs térről, ami az elmúlt 4 hónapban hetente ismétlődő megmozdulások egyik központjává vált, és ahová több 10 000 ember érkezett más városokból is. Netanyahu ellen azért tiltakoznak, mert rosszul kezelte az első lezárás utáni újranyitást, majd a szeptemberi zsidó ünnepek előtt ismét zárlatot vezetett be, amely tovább sújtotta az ország gazdaságát. Emellett bíróság előtt lévő korrupciós ügye miatt is sokan követelik távozását. Izraelben a munkavállalók negyede nem talál állást, vagy határozatlan idejű szerződéssel dolgozik, így ők adják a tiltakozók bázisát.